Lesz a télapó. Jaj, gyerekek, bizony, itt a Mikulás. Ede-bede bácsi, azt nem tedig le más. Eljöttem hozzátok, hogy mind örüljetek. Hoztam ajándékot is, de még nem mutatom meg. Jaj, mi lehet az? Csak te meg csokiviki. Ne találgassatok. Vagy egy nagy csomag mogyorós távói. Vagy egy kis autó. Vagy kumicuki. Nem mondom meg. Nem, gyerekek, nem találtátok el. Sajnos ezen még egy kicsit gondolkodnotok kell. Jaj, mi lehet az, mi lehet? Ugye, gyerekek? Ennyetek kíváncsi, minden kisgyerek. Jaj, mi lehet az, talán egy foci ne, lapta. Nem mondom meg. Vede, bácsi, biztos ide adja. Vagy a kis autóval. Ha játszhatnánk, akkor elég hamar befognánk a szám. Jaj, de jó, kitaláltuk már biztosan, egy kis autó lesz az ajándék. Hát gyerekek, kedve várjuk nagyon boldogan. Ajaj, gyerekek, nem, nem találtátok el másodszorra sem. Inkább mégis megmondom, mi van itt a zsákban. Már ideje volt, ede-bede bácsi. Gyerekek, itt az ajándék. Egy jó nagy meztelen csiga. Ugye milyen szép? Nézze csak, kisfiam, milyen jól ragad. Összekenheted vele a kis társaidat. Jaj, de jó, meztelen csiga. Meztelen csigát még nem kaptunk soha. Ugye, gyerekek, örülök nagyon. Télapóra ajándéknak nektek ezt adom. Jaj, de jó, hogy megjött már. Úgy megjöttem én. Jaj, de jó, hogy ede-bede bácsi lett a télapó.